Első alkalommal rendezték meg a baráti furulyás találkozót a Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskolában. A március 27-i összejövetelen Mozerné Horga Stefánia tagintézményvezető köszöntötte a résztvevőket. A program korcsoportonkénti versennyel kezdődött, az elsőtől az ötödik korcsoportos növendékekig bezárólag. A diákoknak egy kötelező mű mellett egy szabadon választott darabot kellett előadniuk. A gyerekek többek között Suszátó, Pretorius, Haydn, Mozart és Bach művei mellett magyar táncokat is előadtak. A rendezvényt Csiki Lilla művésztanár álmodta meg, aki már 4 éve tanít a zeneiskolában. Idénre nem igazán volt olyan furulyás program, amin részt tudtunk volna venni, és úgy gondoltam, hogy akkor szervezek egy furulyás találkozót, ahová minden olyan baráti kollégámat meghívom, akiket ismerek már az egyetem óta, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Hozzátette, a rendezvény másik célja az volt, hogy a kollégák elhozzák magukkal azokat a tehetséges növendékeket, akiket most még nem indítanának el országos versenyen. Elmondta, a mezőkövesdi növendékek mellett például Szomolyáról, Dédes Tapolcsányból, Noszvajról, Füzesabonyból és Parasznyáról is érkeztek fiatalok. Mozerné Horga Stefánia tagintézményvezető elmondta, az iskola életében kiemelt szerepet tölt be a baráti találkozó, amiért dicséret illeti a fiatal, lelkes Csiki Lilla művésztanárt, aki ezt kitalálta. Hozzátette, mindenkinek azt kívánja, hogy ilyen tantestülete és ilyen lelkes, kreatív kollégái legyenek, akik ilyen rendezvényeket álmodnak meg. Kiemelte, az esemény a baráti találkozó mellett tehetségnap is, hiszen az iskola akkreditált kiváló tehetségpontként működik. A tehetségeket fedezzük fel, válogatjuk ki, és azokat hoztuk el ide, úgyhogy több funkciós ez a mai találkozó. Úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk, és szeretnénk, hogyha hagyománya lenne. A tagintézmény vezető hangsúlyozta, a Művészetoktatási Intézmény idén ünnepli alapításának 55 éves évfordulóját. Büszkék vagyunk rá, a térség legrégebbi, és úgy mondom, kiérdemelten legrangosabb művészetoktatási intézménye, amely már régiós szinten működik, hiszen vidéki telephelyeink is vannak, több is, és szándékozunk többet is megnyitni. Kiemelte, ősszel újra megrendezik a megyei zenetanárok kamarazenei találkozóját, aminek minden második évben ad otthont a művészeti iskola. Ez is egy egyedi kezdeményezés, mivel úgy tudjuk, hogy rajtunk kívül, Mezőkövesden kívül zenetanárok máshol nem mérettetik meg magukat. Legalábbis eddig így tudjuk. Lehet, hogy a mi mintánkra már máshol is ez bevezetésre kerülhetett. Mivel ez minden második évben van, mi úgy gondoltuk, hogy minden második évben pedig lehetne a furulyás találkozó, illetve a már eddig megrendezett Csellóval a Tehetségért című program. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy minden évben vagy minden második évben lesz valami különleges programunk. A furulyás baráti találkozó délután közös kamaraműsorral és az eredményhirdetéssel folytatódott.